Dühös. Falhoz vágna valamit? Vagy csak egyszerűen kíváncsi? Ne fogja vissza magát. Palaver. A Korc FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával, Lentulai Krisztiánnal. Hello hétfő, hello palaver, Lentulai Krisztián köszönti a Hír Televízió nézőit és a Karc FM rádió hallgatóit, elindítjuk ezt a hetet is. Van bőven történés, egyéves évfordulója van a 22-es parlamenti választásoknak. Finnországban is választások voltak, lesz miről a mai műsorban azt gondolom beszélgetni. Ha minden jól megy a 4 órási hírek után, a Hetek lapszerkesztőjét, Kulifai Mátét fogom itt köszönteni az adásban, akivel egy kicsit beszélgetünk, és a jól megszokott módon önök, a betelefonálók és az SMS írók is intézhetnek kérdéseket vagy hozzászólásokat Kulifai Máté kollégánkhoz. Nézzük, hogy az a bizonyos napkérdése hogyan nézett ki reggel óta a Hír Televízió különböző platformjain. Megszabadul a nevétől a Jobbik, ön szerint megmarad-e a párt a jövő tavaszi választások után? 8% azt mondja a szavazóknak, hogy igen, 92%-uk nemmel voksolt. Erre a bizonyos napkérdésére a 0630 34 44 690-es SMS számon lehet egy igent, avagy egy nemet küldeni nekünk, és nagyjából olyan 3/4-5 magasságáig gyűjtjük ezeket a szavazatokat, a végén pedig eredményt fogunk hirdetni a Hír TV napkérdésével kapcsolatban. 3 témával a Palaver műsora is készült önöknek, ahogyan jól megszokhatták már. Ez a 3 téma pedig a következő. A Nézőpont Intézet is kihozott egy friss közvéleménykutatást 3/4-es többséggel. Ezt ízlelgetik? 3/4-es többséggel nyerne most a Fidesz, ha most lennének a parlamenti választások. Sok mindent felvet ez. Felveti például azt is, hogy bizonyos emberek szájából, újságírók szájából, nyilván nem a mi oldalunkon, de különböző érvekkel alátámasztva van egyfajta romló közhangulat az országban, de ha romló közhangulat van az országban, akkor milyen gatya állapotban lehet az ellenzék, hogyha a Fidesznek egy mostaninál is nagyobb bizalmat szavazna meg a választókorú lakosság? Komoly. Ez a 3/4-es többség, én azt gondolom. Nem lehet kizárni, hogy az ellenzék permanens sikertelensége magával rántja a kormány független médiát is, írja Hont András abban a hosszú cikkben, amelyet András a tavalyi választások egyéves évfordulójára írt, és szedett össze rengeteg dolgot, ábrát, grafikát, ahogy tőle azt megszokhattuk, és van 3 olyan következtetése Hont Andrásnak, az Átlátszó újságírójának, akit az ATV 5 című műsorában is sokan ismernek, vagy talán onnan többen. Ez a 3 megállapítás az, hogy szerinte van a Fideszen kívül 2 nagy nyertese ennek a tavalyi választásnak, az egyik a Kutyapárt, a másik pedig a Mi Hazánk. A másik megállapítása, hogy olyan szinten vakon voltak a tipjeikkel és a mandátumbecslésekkel a baloldalhoz, balliberális oldalhoz köthető elemző és közvéleménykutató cégek, hogy az köszönő viszonyban nem volt a valósággal. Ugye pontosan tudjuk, mi történt a következő felvirradó reggel. Ha azokat a becsléseket összehasonlítjuk a valósággal, akkor tényleg nagyon nagy távolság volt köztük. A harmadik, számomra egyik legérdekesebb megnyilatkozása pedig a Hont András féle cikknek az, amit a legelején is elmondtam, és ami látható a képernyőn is, hogy olyan a hangulat ma a választók között Magyarországon, legalábbis Hont András így érzékeli, hogy az ellenzéknek ez az állandósult sikertelensége, ez hatással lehet a kormánnyal szemben álló médiára is. Ez volt a záró mondata. És a harmadik témánk pedig, hogy a buli királynő Sanna Marin, finn kormányfő, elég nagyot bukott a tegnapi finnországi választásokon. Ugyanis konzervatív többség van, nagyon kis különbséggel 2 konzervatív erő 20% körüli eredményt ért el, de hát ha ezt összeadjuk, akkor egyértelmű a balliberálisok bukása a mai Finnország választásain.
Ez a három témánk. 061-799-2999. Ide telefonálhatnak nekünk. A 0670-7953-as számra SMS-t küldhetnek, és élesítve van a Lentulai Krisztián beszél. Facebookos profil, komment mezője is. Három helyen támadhatnak le engem kérdéseikkel és hozzászólásaikkal. Tegyék meg, induljon ez a hét is velem és önökkel. Az első telefonáló, akit látok a kijelzőmön, Ica. Halló, kedves Ica, ön van vonalban. Szeretettel üdvözlöm önt és a hallgatókat. Úgy örülök, hogy ön van most. No. Hát pedig üzen biztosan jövök hétfőnként. Mondom ezt ezen a hétfőn, de amikor húsvét hétfő lesz, akkor nem én leszek. Úgyhogy ott borul a papírforma, de aztán újra én leszek hétfőnként. Akkor menjen el locsolkodni feltétlenül. Hát ez a célom. És szép locsoló verset találjon ki, ezt szeretném mondani. No, a témákhoz kapcsolódóan először is a finn győzelemnek annak örülök, ez az egyik dolog. A másik dolog, hát amennyiben remélem, hogy jó helyre szavaztak a finnek, de azt is olvastam ugye, hogy rögtön már holnap a NATO tagságot megkapják, ezt a Hír TV hírcsikján olvastam. Első témához, hát először is Isten éltesse a Fideszt a 35 éves alkalomból, tehát megalakulásának. Múlt csütörtökön volt. Így van, és én ekkor nem beszéltem, tehát most mondom. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy hát azért az a 3,5 milliós tömeg, aki a gyermekvédelemre szavazott, azért az nagyon beszédes, és azért azt valahogy méltányolni kellene a brüsszeli bürokráciának. Tehát ez egy hatalmas nagy felhatalmazás, úgyhogy figyelembe kellene nekik mindenféleképpen venni. Na de hát nyilvánvaló, hogy a mai parlamenti megszólalásokhoz szeretnék én most egy kicsit hozzászólni, és egy hasonlatot elmondani. Van egy film, a Doc Martin, amit nagyon kedvelek. Játsszák most is. És ott egy őrült ráfog három emberre egy fegyvert. És mondja neki, hogy üljél le, ne mozdulj, mert különben rostává lőlek. Mire megszólal a másik, akit hármukra fogja rá a fegyvert, mire megszólal a másik, de mi az a rosta? Hát az olyan, mint a szűrő, csak mire megszólal a harmadik? Nem, az olyan, mint a szita, csak az kisebb luku. Na most azzal vannak elfoglalva, és mindjárt lefordítom, hogy miért mondom ezt, ezzel vannak elfoglalva, hogy a rostának milyen luka van. A mi hazánk megszólal a parlamentben ma, és elkezdi mondani, hogy hát az ő békejavaslatát nem vették figyelembe, és ezért nem szavazták meg. Ne csináljuk már, gyerekek, most milyen luka van annak a rostának, kis luka, nagy luka, vagy milyen. A béke az béke, a tűzszünet az tűzszünet. Tehát az, hogy nem az ő szájuk íze szerint van megfogalmazva ez a békehatározat, vagy nem a másik párt, ballipsi párt szája íze szerint van megfogalmazva, de attól még a konzervatív Fidesz-KDNP jobboldal és a normális emberek ezen kívül is nyilvánvaló, hogy a békét úgy értelmezik, hogy leteszik a fegyvert, és nem lőnek tovább halomra embereket. És nekünk, és ez benne szerepel ebbe a javaslatba. Tehát nagyon átlátszó és nagyon buta érvelés az, amit előadtak a parlamentbe ilyen módon, és egyébként ez mindenkire vonatkozik, aki a háború pártján áll, mert igenis külön kell választani, hogy háború vagy békepártiak. És a zavarosba halásznak mindnyájan. Na most az, hogy ő nekik ez a megszövegezés, ez a megfogalmazás nem tetszik, ahhoz nagyon-nagyon olcsó érv az, amit a parlamentbe elő tudtak adni. Én azt mondom. Aztán ott volt a Gurmai Zita, aki beszélt ma a sajtószabadság, a szólásszabadságról. Ó, hát mikről, én hétfőn ezekről mind lemaradok, Ica. Na hát ez az, hatalmas nagy show, és érdemes nézni, úgyhogy én élőben nézem, és hogyha ilyen, hogy mondjam,
rettentő hosszúságú, akkor is végig szoktam nézni ezeket, mert érdekel, nagyon érdekel, mert a logikus gondolkodásnak a híve vagyok, úgy, mint ahogy a kalambó is, apró mozaikokból összerak az ember a dolgokat. Na most, akik például ide betelefonálnak, azok között is vannak olyanok, akik bizonyos lapokba publikálnak, magukat fideszeseknek mondják, fényezik magukat piszkosul, de ugyanakkor olyan publikációik vannak, ami egyszerűen hát borzongató, már ne haragudjon. Azt a közvélemény talán nem annyira tudja, de aki magára ismer, az ismerjen magára, nem tudok mit mondani. Jó influencerek frankon hirdetik magukat, ez is mind szép és jó, és biztos, hogy nagyon hasznos egy-egy közösség, én úgy gondolom, én magam is egy közösséggel munkálkodtam, csak hozzám naponta jöttek az emberek, na mindegy, azt is beszüntetik, mert aki kimondja az igazat, mondj igazat, betörik a fejed, szokták volt mondani, és tulajdonképpen nekünk a fejünk törik be azért, mert kimerészeljük, vagyunk olyan bátrak, és kimerjük mondani a valóságot, hogy háborúba sodornak bennünket, hogy az, hogy hogyha háború lesz, akkor az atomába, ha kiszélesedik, de ott van egy ha. Ezt mindig mindenki vegye figyelembe, hogy feltételes módban van kijelentve. Utolsó gondolat, Ica, és még Mihálynak meg tudjuk akkor adni a szót. Igen, én nagyon szépen köszönöm. Hát nézze, ott a középső dolog, hogy magával rántja a médiát is. Igen, egyébként megérdemlik, hogy azok az újságírók és azok a médiumok, akik félrevezetik az embereket, azok rántódjanak az ellenzékkel. Én azt tudom mondani. Köszönjük nem szépen, Ica. Nyerni. Hajrá Magyarország! Köszönjük hajrá szépen. Magyarország. És Mihálynak adjuk meg a szót. Halló! Szép napot kívánok mindenkinek, ezt Mihály beszélek. Üdvözlöm, Krisztián végre, múltkor nem sikerült. Na, hány percem van? Öt? Öt. Pontosan öt. Következő, a legérdekesebb, ugye, hát nem érdek, nekem nem érdekes ez a nagy közvéleménykutatási eredmény, mert én véleményem szerint ezt annak köszönhetjük, hogy ez a folyamatos szavazás az unióval, ez a konfliktus, pénzek nem odaadása, ez egy ellenállást szül a választókba, és ilyenkor mindig a Fidesznek a népszerűsége növekszik. Emlékeztetek a 2012-es évre, amikor szintén óriási támadás alatt volt a Fidesz kormány, kivonultunk több mint 500 ezeren, és letettük a garast a kormány. Most ugyanez játszódik le, minél jobban ütik az országot, a normális szavazóbázis annál jobban összezár. Ez az első megállapításom. És a párt preferenciákban nagyon érdekes megfigyelni, hogy a Gyurcsányon kívül a Momentum, ami még játszik, a többi párt az nem játékos. Azok fognak eliminálni. Melyikeket mondta Mihály, bocsánat? Gyurcsány és Momentum. Mi hazánk. Kihagyta a Mi hazánk. Na, ezt most akarok. Ja, bocsánat. Ez a mi oldalunk. Na most a Mi hazánk, az tüske lesz a köröm alatt. Nem tudom Budapesten, hogy állnak. Ha Budapesten jól állnak, nem hiszem, hogy ők tudnak polgármester választani a Gyurcsányék. Uh-huh. Mert ha összeszámolom, összeadom... Már ugye azt a kérdés is föl kéne tegyem, hogy kinek a körme alatt lesz tüske? Hát a Balibekon. Mert a Fidesz körme alatt is lehet, úgyis érthető. Nem. Hát a Toroszkai ugyanazt játssza el, amit a Vona. Aha. Ő radikálisabbat mond mindig a Fidesztél. Neki ez az út. Ugye a politológusok azt szokták mondani, hogy a Fidesznek azért jó, hogy újra lett egy párt tőlük jobbra, mert akkor Orbán Viktorhoz köthető centrális erőtér elmélet újra él. Hát persze, hát persze. Hát ha Vona nem áll át a másik oldalra, akkor simán húztuk volna, így is behúztuk minden választást, de a reményt keltettük bennük, bármint a Gyurcsányékban, hogy lesz valami, összeálltak, de ennek folyamán a Vona párt porlatt el végül is. És ez ha azt nézem országos viszonylatba, sikerült azt, amit egyszer a Volner mondott, hogy mi volt a cél,
a Jobbikkal, az, hogy kiszorítsuk a politikai erőtérből a balliberális oldalt. És ha azt számolom, hogy 60% fölött vagyunk, akkor ez teljesült. Na most egy-két szólt a választásról. Én nem vagyok elájulva ezzel a finn választással. Ez a három párt között van egy olyan, azt hiszem a Néppártba tartozik, a másik nem tudom, hova tartozik, aki szavazott minket rendesen annak idején, amikor a Fidesz kikezdték a Néppárton belül, és egyáltalán nem áll a mi oldalunkon. Ez az egyik. A másik megfigyelhető, hogyha hatalomra kerülnek, másképp fognak ők zenélni. Hát itt van sajnos a Melónik az esete, Melóniak. Hát az ugyanúgy nem szavazta meg a pénzadást nekünk. És zsarolják azzal, hogy az olaszok nagyon rosszul állnak pénzügyileg, és meg van fogva. Tehát nem teheti azt, amit szeretné. És ha Spanyolországban lesz választás, hogy győznek a jobboldaliak, ott is az van. Szóval Krisztián, nekem az az érzésem, Mihály, nem tudom, hogy gondolkodik erről, hogy olyan, hogy 100%-os szövetséges, azt mi elfelejthetjük. Azt el. Nézze, hivatalból minket gyűlölni kell mindenkinek, érti? Ezt tudomásul kell venni. És én nem akarok itt ünneprontó lenni. Nagyon nehéz helyzetünk van. Mert egyszerűen ki akarják szárítani az anyagi forrásokat, és tegnap véletlenül belehallgattam a Spirit rádióba, ez a volt klubrádiónak a frekvenciája, és a Gyurcsányt faggatták, és ott keresztperec megmondta az a cél, hogy a pénzt ne adják ide egy. A másik olyanra ragadtatta el magát, hogy a Fidesz, annak, hát mármint az Orbán Viktor vezette média, meg hát ugye tudja ez a, hogy is szokták mondani, jobban mondta, hogy megvásárolt meg. Fél perc, Mihály. Hogy módosítja a választópolgárok agyát, és azért van ez, ami van. Hát ez. Most mi volt még egy kicsit? Igen. Na, szóval én így látom ezt a kérdést, hogyha ez így lesz továbbiakban, és a belpolitikában nem sok lehetőség lesz. Hát egy volt. Köszönöm szépen, Mihály, hogy így összegezte. Viszont hallásra, viszont látásra. Van nagyjából egy, hogy mondjam, híreknyi, a tévében híradónyinál, a rádióban híreknyi idejük, meg még egy néhány perc, hogy összeszedjék gondolataikat, és aztán újult erővel vágjunk bele a 4 órási hírek után a palaverbe velem, Lentulai Krisztiánnal, és kiegészülve Kulifai Mátéval, a Hetek lapszerkesztőjével, úgyhogy együtt fogjuk felvenni itt a telefonokat és beszélgetni önökkel. Jöjjenek vissza! Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Korc FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Korc FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Lentulai Krisztiánnal. 6 óra 8 perc, folytatódik a 4 órási hírek után a palaver, a Hír Televízió és a Karc FM Rádió közös, kibeszélő, közéleti politikai betelefonálós vélemény műsora. Ahogy már idén megszokhatták, ki vagyunk segítve itt egy vendéggel. Legtöbb esetben kollega, ez most is így van, de azt gondolom, hogy a velem szemben ülő kollégát azért egy picit be kell mutatni, meg azt is, hogy honnan jön, és szerintem jót fog ezt tenni akár az ő pályafutásának is, mint ahogy szerintem nem tett neki rosszat az sem, hogy múlt héten, pénteken a pesti srácok Google székház előtti színpadi tüntetésével kapcsolatban Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője, aki itt most velem szemben, köszöntelek a Hír TV-ben és a Karc FM-ben, felszólaltál, hiszen te is úgy érezted, illetve a mögötted álló szerkesztőség is úgy érezte, hogy a szólás szabadságot ilyen szempontból is védeni kell, mert hát, ha a pesti srácokat eléri, bárkit elérhet, és itt oldaltól függetlenül bárkit elérhet egy ilyen támadás. Abszolút. Köszönöm először is a meghívást, meg a lehetőséget a kiugrásra. Igazából azért érdekes, mert a Heteknél is volt ilyen jellegű korlátozás. Nekünk volt egy olyan címlapunk, amit a Facebook Bolt funkciójából
letiltottak, vagy lekorlátoztak, és azzal az ürüggyel, hogy szexualitást ábrázol. És nem tudom, tippelnél le, hogy mi volt a címlapon, de lényegben egy vőlegény és egy mennyasszony volt teljesen felöltözve egy ilyen esküvői fotón. És úgy lekorlátozták az egészet. Nyilván volt benne egy olyan, ami szerintem egyébként a pesti srácok esetében is megvolt, hogy azt hirdette a címlap, hogy a természetes házasság pártján állunk, és nyilván ez kritizálta az azonos neműeknek a házasságát. Bármit ki lehet forgatni. Igen, egyébként. Abszolút, és ugye a pesti srácoknál is ugyanez a metódus volt az eredeti tiltás mögött, hogy gyermekvédelemre hivatkozva, de lényegében az LMBTQ tartalmakat sérelmezte a Google. Még Mátétól majd kérünk egy rövid bemutatását a heteknek, addig viszont tájékoztatjuk a nézőinket és a hallgatóinkat, hogyan áll most a Hír TV napkérdése szavazás, amely kérdés a következő, megszabadul a nevétől a Jobbik, ön szerint megmarad-e a párt a jövő tavaszi választások után is? Nem változott a hírek előtti állás, továbbra is 8%-on az igenek és 92%-on a nemek aránya. 0630 34 44 690 ide egy igent vagy egy nemet várunk nézőinktől, hallgatóinktól. Hetek, én is bele szoktam futni írásaitokba. Alapvetően nekem rögtön az derült ki, hogy keresztény értékrendet nagyon homloktérbe teszitek, mint szellemiség a különböző platformokon, de mik ezek a különböző platformok, amit a hetekkel kapcsolatban el tudunk mondani már? A hetek alapvetően egy országos közéleti heti lapként indult 25 évvel ezelőtt, tehát most voltunk 25 évesek tavaly év végén, és nyilván haladva az idők múlásával, a médiafogyasztási szokásokkal elindítottunk mi is egy online hírportált, a hetek.hu-t. Volt olyan nap, amikor már bőven 100-120 ezer fölött is volt a megtekintések száma egyetlen nap alatt, tehát kinőtte önálló platformán magá, és a YouTube-on is elkezdtünk podcasteket gyártani, tehát van a heteknek egy YouTube csatornája is, ott például a múlt hónapban egy hónap alatt volt közel 2 millió megtekintés, tehát releváns és közérdeklődésre számot tartó tartalmakat gyártunk, tehát a hetek most már ilyen média csoporttá növekedett. Most azon gondolkodtam, amikor meghallottam ezt a melbevágó 4/100-ot, hogy mekkora szereptévesztés a részemről, hogy a 20 éves Hír TV és a, ha jól számolom, azt mondja, hogy 7. évében lévő Karcz FM rádió tulajdonképpen lehetőséget ad a 25 éves hetek egyik kollégájának. Köszönöm, hogy itt vagy, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást. A váróban már volt alkalmat, kedves Máté, szembesülni a mai három témával. Ezt gyorsan elmondom a nézőknek és a hallgatóknak. 3/4-es többséggel győzne most a Fidesz, Nézőpont friss kutatás. Hont András az Átlátszón csinált egy átfogó elemzést az egyéves választási évfordulóra. Több következtetésre is jutott, ezek között ott van, hogy mekkorát tévedtek a baloldalhoz köthető kutatóintézetek mandátumbecslései. Ott van, hogy szerinte a Fideszen kívül két nagy nyertes van, a Mi Hazánk és a Kutyapárt, illetve az egyik legérdekesebb számomra, legérdekesebb következtetés Honttól, hogy nem lehet kizárni, hogy az ellenzék permanens sikertelensége magával rántja a kormány független médiát is. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, Máté, mit gondolsz, illetve Sanna Marin és pártja bukott, konzervatív győzelem a finn választásokon. Önkényesen hadd ragadjam ki ezt a középső témát, kedves Máté. Nyugodtan. Hont Andrásnak ez a jóslata, ez szerinted mennyire valóságos, vagy mennyire életszerű? Szerintem teljesen. Olyan szempontból nem, hogy mindig könnyebb az ellenzéki újságírás, mint mondjuk a kormánypárti, valamit kritizálni, problémát keresni, azt felgöngyölíteni, botrányt megírni, sokkal egyszerűbb szerintem, ahogy ha már itt tartunk, és a paláverbe ülök, akkor a humor tekintetében is könnyebb kormány kritikus humort gyártani, mint mondjuk kormánypártit vagy konzervatívot, de hát ezt majd meghagyom arra a szakmára, de hogyha a médiához visszakanyarodunk, az biztos, hogy egyszerűbb az ellenzéki meg a kormány kritikus újságírás, mint mondjuk a kormánypárti. De abban igaza van szerintem a Hont Andrásnak, hogy lényegében, hogyha az ellenzéki politika nem termel ki magában olyan tartalmat, értéket, üzenetet, víziót, amit fel lehet dolgozni, vagy meg lehet írni, vagy ami mentén lehet újságot írni,
az azért nehéz. Például ellenzéki újságíróként interjút készíteni, releváns, érdekes, izgalmas interjút készíteni ellenzéki politikussal, piszkosul nehéz szerintem, mert nincs olyan karizmatikus karakter, akit meg lehet szólaltatni. Tehát akkor nem csak történet és narratíva hiányzik, hanem karakter is, úgy érzem. Hát abszolút, meg karizma. Ilyen szempontból a mai napig érdekes interjút szinte csak a Gyurcsány Ferenc tud adni, legutóbb talán pont a Spirit FM-be volt. Igen, most egy hallgatónk is, pont nem hallhattad autóban sem, de egy hallgatónk is felhívta a Spirit FM-es interjúra a figyelmünket. Tehát ott is egy érdekes, ott például talán Jézus és Barabás hasonlatában a DK-t hasonlította Jézushoz, tehát egészen magas hívő és magas röptű gondolatok hangoztak. Hát többszöri bérmálkozással ilyen vallástörnöző dolgokban simán belemegy a Feri. Nekem furcsa, mert ugye sokáig azért volt benne egy ilyen keresztény kritika, de most a legutóbbi kampányban már egészen odáig merészkedett az ellenzéki összefogás, hogy elmondja, hogy ki az igazi keresztény, aki ide szavaz, vagy oda szavaz, és a 10 parancsolatnak vajon melyik parancsát szegi meg az, aki mondjuk leszavaz a kormány. De ez a témaérzékenység, ez Márki-Zay miatt jött be nekik, nem? Is. A képbe. Is, de szerintem önmagában felismerni azt, hogy a magyar társadalom alapvetően azért a kereszténységgel, mint kultúrával nagyon mélyen át van itatva, azt bevállalni ellenzéki politikába, hogy teljesen az összes ilyen terminológiát, meg témát kidobják a kukába, és ne használják föl, az öngyilkosság lenne. Ezért teljesen logikus lépés az ellenzéki legnagyobb pártól az, hogy ezzel kezd operálni, hogy hitet, meg kereszténységet, meg elhozza a megváltást a demokratikus koalíció. Ez teljesen világos, hogy idáig elmennek, bár nyilván, mint mélyen hívő ember, engem azért egy picit sért, amikor politikai célokra használják föl a Bibliát mondjuk. De jó, hogy te vagy itt, Máté, viszont én nyilván itt ilyen nagy szavakkal lehet dobálózni, meg rajtam csak nem kérik majd számon a pontos elemzését a dolgoknak, mert véleményt mondok bizonyos szempontból én is. Na de hát én azt szoktam többször hangoztatni, akár emögött a mikrofon mögött is, hogy a legtöbb ateista a DK-nál van. Szerinted is? Abszolút. De más fegyverként használni, vagy kommunikációs eszközként használni a keresztény parafrázisokat, mint mondjuk abban hinni. Én a mai napig úgy gondolom, hogy a DK alapvetően nem egy keresztény párti, vagy kereszténységet mélyen elfogadó párt, hanem én szerintem csak politikai eszközként használják fel ezt a terminológiát, vagy akár bizonyos egyházakat, vagy felekezeteket erre a célra, és most itt nem nevezem meg, hogy kire gondolok, de azért itt inkább politikáról van szó, mint sem hitbeli értékazonosságról. Na, belecsapunk veled együtt. Te is most műsorvezető leszel velem együtt. Attila, az első betelefonáló ebben a szakaszban, őt köszöntjük itt a Paláver adásában. Háló, kedves Attila, ön van volna. Háló, jó napot kívánok, nem először beszélünk. Hát tegnap sajnos nem tudtam reagálni a Jobbikra, de hát most az a fő téma. Én szerintem, ahogy 90-ben mondták, hogy a bipsik nekünk mindig a tűz körül kell lenni, úgyhogy ott fognak ők sepregetni. Én biztos vagyok benne. Hát nagy jövőt nem jósolok, vagy további nagy részvételt a pártba. Hát ugye én is annak idején Jobbikos szavazó voltam, és ugye rájöttem arra, hogy ezek mind söprölék emberek, a Gyöngyösi, a Pörzse, a Vona, szegény Usztis Mátyás, nekem vannak régi felvételek, forog a sírjában, hogy mivé tették a Jobbikot. És akkor ezek hivatkoznak a Pongrászra, jogosan mondta a testvére, hogy legyenek szívesek a Pongrász Gergelyt elfelejteni. Hogy ők a forradalom eszméjének továbbvívői, egy nagy frászt. Na, erről egy. Attila, hadd kérdezzem már most, ez igen? Adódik igen? Így ez a lehetőség, igen, bár igen beszéltünk igen. Már többször is. Igen, tessék. De a csalódás a Jobbikban, igen. Az az ön esetében akkor a igen. Fidesz felé fordulást, vagy a Mi Hazánk felé fordulást hozta? Na most ez is egy érdekes dolog, sokan kérdezték már tőlem, majd mondok egy példát, mert tegnap szittak az interneten, önt? Hogy én legközelebb valószínűleg újra az Orbán Viktorra fogok szavazni, mert sok mindennel nem értek egyet azzal, amint pártag, ugye mond a Mi Hazánk mozgalom. Például a Covid idején voltunk szórólapozni, és oda kiabáltak nekünk, hogy dögöljetek meg Covid-ba, hogy amit mondtak, hogy Covid diktatúra van, az sem volt szerintem igaz. Tehát több mindennel nem értek egyet. Vannak olyan pillanataim, amikor arra gondolok, hogy megbántam, hogy beléptem. Na mindegy. Értem. Hát akceptáltak, volt már éppen fényképp, és teljesen mindegy. Ugye hát a másik dolog, ugye, hogy haladjunk a témákkal, másnak is adjak lehetőséget, ugye, hogy ugye mondják, hogy mekkora fölénnyel nyert volna a Fidesz a vasárnapi választáson. Ugye hát ez is logikus, ugye, ahogy mondta a Márki-Zay, ez a sötét ember, hogy legközelebb 4-5-ben nyer majd a Fidesz. Minden éppes ember tudja Magyarországon, hogy
a jelenlegi kormány a nemzetügyében végzi a dolgát. Ugye, a Márki-Zay azt mondta, hogy 4/5-del fog nyerni a Fidesz. Még régebben igen. Ja. Igen. Hogyha így folytatódik, hogy 4/5-del fog nyerni a Fidesz, ugye mindenki tudja, hogy a kormány jelen pillanatban a nemzet mellett áll, elszélességgel támogatja, és főképp a vidéki lakosság, a budapestiek egy bizonyos százaléka nem, de Budapesten is körülbelül fele, meg itt Újpesten azért a kormány mellett áll. Hmm. Hát most már hallok hőzöngeni embereket a buszon, piacon, itt-ott én hétvégén járok itt a környéken, és szidják a karácsonyt is, persze, még kiabált egy, amíg ez a szarember akarja jelöltetni magát. Hmm. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Ugye a második téma, ugye, hogy a független sajtós áldozatul esik, hát Isten nem ver bottal, ugye, maguknak köszönhetik a baloldalon a veszőfutást. Hosszú távon nem lehet büntetlenül hazudozni, alattomoskodni, pusztítani. Szegény apám mondta 2004 karácsonyán, ugye előtte, amikor én is hordtam a szórólapokat, a határozott magyarság mellett terjesztettem, és egy Gyurcsány uszított a televízióba, apám mondta, hogy egy féreg. És akkor mondta apám, hogyha a baloldal 2006-ban megbukik, 20 évig nem lesz tényező. Hát 4 évet tévedett a fata ez, de most már 12 letelt a 20-ból. Sőt, sokan azt mondják, hogy az a még egy Fidesz bukás kellett ahhoz, hogy utána ilyen masszív legyen a fölény, amit most látunk. Hát igen. Na és amit akartam említeni példát, ugye ott volt tegnap a fényképe a 90-es évek világbajnok válogatottjának 4 játékosának a képe, és arra értem, hogy ezek még tökös igazi németek voltak, nem olyan buzilobbista hányadékok, mint akik a legutóbbi védőn szerepeltek. És akkor odaír egy kommentelő, hogy te egy sötét fideszik vagy egy agymosott. Na én meg válaszoltam neki, hogy szegény édesapám mondása volt mindig, hogy sötétekkel nem hadakozunk, meg hogy hülye embernek nem lehet észlelni, de mondom, hiba, legalábbáltan nem találtad el, mert én a mi hazánk tagja vagyok, úgyhogy ez nem jött be. Írtam a pacáknak. Na. Hát most a harmadik téma, ugye ez a svéd cín, hát én a Hofi kabarét szoktam hallani, de szigorúan a rendszerváltozás előtti kabarét, mert utána már ő is undorító volt, ugye, mondta, hogy folyik a kövér fejából a szar. Hát olyan volt mondjuk a 90-es években a közeg, de a 90 előtti kabarét sokszor hallgatom, és óriási, tehát tényleg 100 évente születik egy ilyen ember. Én ugye a rendszerváltozás előtti kabarékat is nézem, mert minden művész ugye egy televízióban szerepelt, ugye 90 után lett egyik oldalra, másik oldalra mentek, és akkor már ugye nagy volt az ellentét. És ugye a Hofi is nagyon jól mondta a 70-es években, hát ahogy élnek csóró Svédországban, ugye 70-es, 80-as években Svédország, Finnország, Norvégia, Németország, ezek elit államok voltak. Na most a svédeknek, meg ugye a finneknek is elment az eszembe, meghűltek. Ugye a migráns áradatot is beengedték, lehet látni ott is mindennaposak a gyilkosságok, ugye fiatal gyerekeket, lányokat megölnek, tehát katasztrófa, katasztrófa. Köszönjük szépen, kedves Attila. Köszönöm, máskor, ha kérhetem, az négybetűs szavakat ragyogóan kitudjuk a magyar nyelven. Megértettük volna úgyis, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, viszont hallásra mindenki. Na, mit szólsz a lendületes telefonálóhoz? Igazából egy gondolat merült csak föl bennem a finn győzelemmel kapcsolatban, amit még előbb is akartam mondani, hogy van itt azért bennünk egy ilyen hajlam arra, hogy félreértsük a konzervatív sikereket a nemzetközi politikában. Azért mert országonként mást jelent. Abszolút, és például Finnországban a most győzelmet arató konzervatív párt, nemzeti koalíció, vagy egységpárt, nem tudom már, hogy hívják, annak az elnöke konkrétan határozott lépéseket javasolt annak idején, hogy a néppártból rúgják ki a Fideszt, és például társadalmi kérdésekben, ha már a négybetűs szavaknál tartunk, hogy a társadalmi kérdésekben például nagyon liberális állásponton vannak. Tehát ha a konzervatív kifejezést vesszük, igen, és akkor itt kapcsolódok a Jobbiknak a névváltozásához, és Jobbik kötője a konzervatív, úgyhogy ez is inkább csak egy ilyen politikai kijelentés vagy kifejezés lett. Tehát talán a hajszány hiány második helyre befutó az igazi finnek ott inkább? Sokkal inkább. Fellelhető. Ráadásul érdekes az, hogy ott 12 éven keresztül folyamatosan növekedtek, és ha megnézed területileg elosztásba a választási eredményeket Finnországban, akkor a nagyvárosokban, illetve főleg Helsinki környékén nyert nagyot más párt, viszont az összes többi régióban, ami kvázi a vidéket jelenti, ott az igaz finnek nyertek. Tehát, hogy valamiért ott is egy ilyen kettősség van. Csabának adjuk meg a szót itt a Palaverben. Én el fogok tűnni a képernyőről, mert be fogom kapcsolni a légkondit. Halló, kedves Csaba, hallgatjuk.
Jó napot kívánok! Nem is bánom, ha eltetszik tűnni, mert én már úgy nem úgy vegyem, hogy eltűnjön, hanem csak ugye nincs a képernyőm. Én alapvetően az a Hetek újságnak a főszerkesztője, vagy szerkesztője, Máté keresztnevű úrhoz szeretnék szólni, hogyha lehetséges. Köszönöm. Akkor ki is mehetek szerintem a távirányítómból egyébként. Láttam, jó. Na, Máté úr, önhöz szólok, mint a Heteknek, az nem tudom én, milyen fokozatú. Lapszerkesztője, Máté. Lapszerkesztője. Köszönöm szépen a kiegészítést. Na, én megmondom őszintén, hogy ön említette itt, hogy könnyű úgy ellenzi, jobb hangzik az, hogyha valaki ilyen ellenzéki dumát mond, mint hogy úgy dicsérni, jaj, de jó, de minden faszal nagyon jó. Na most az így, megmondom őszintén, ha nekem valami nem stimmel itt, az egész, a Hetek ugye az a hídgyülekezetnek az újságja. Igen. És ő mondta, hogy 25 éves, hát ön sokkal, nem sokkal lehet több, mint 25 év, tehát önnek azért a kezdetekhez túl sok köze nem lehetett, mert azért még azért nem abban a korban volt. Én viszont éppen, hogy az ilyen 25 évvel ezelőtti dolgokra emlékszem, a hídgyülekezet, mint olyan. Tehát én nekem nem magával az újsággal van sok problémám, mert én ezt az újságot alapvetően nem is olvastam szinte sohasem, csak tudtam, hogy ez az újság, ez a hídgyülekezeté. Na most ez a hídgyülekezet az én szememben, ez egy borzalmas társaság. A Németh Sándor vezet egy gyülekezet, az tulajdonképpen ilyen, nagyon jól ismerik a Bibliára hivatkoznak, stb. És a lényeg az, hogy a többi, tehát az alap, elsősorban a katolikusok, de nekik ők azért egy ilyen ősi ellenségek voltak, mindig Németh úr nagyon büszke volt arra, hogy ő neki az anyósa az nagy katolikus volt, de ő aztán meglepkészette számtalan, stb. Tehát én arra lennék kíváncsi, hogy ez a 25 év, most nem tudunk ugye közös nevezőre jutni, de hogy most hogy áll maga az újság ezzel a gyülekezettel szemben? Még egy, mielőtt Máté védeni fogja a mundért, az én szemlélésem az egyértelműen ez alatt a 25 év alatt egy na hát most a dinamikáját el tudott te mondani, de azért valami fajta változást észlek. Tehát ezt a szembenállást, amit a hallgatónk is Csaba említett, én ezt egyáltalán nem érzem, már nagyon régóta nem érzem. De bocsásson meg, valamikor érezte ön is? Parancsol? Bocsásson meg, valamikor ön is érezte azért, hogy azért ez az egész minden, ez nem jól működik? Vagy én azt éreztem, hogy az egy ilyen egészen furcsa, képlékeny állapot volt szerintem a hazai hitéletben, hogy nem igazán tudtak mit kezdeni sokan a hídgyülekezetével. Ugye itt voltak különböző könyvek, meg lejáratások, és én azt veszem észre, hogy valami fajta közmegegyezés, meg simulékonyság alakult ki azóta. Nem vagyok olyan szempontból jártas a témában, Máté át fogja venni tőlem azt, hogy ő hogyan látja ezt. Nagyon köszönöm a kérdést, meg ez rendszerint felmerülő kérdés. Igazából én ketté bontanám, bár a kettő összefügg, az egyik egy teológiai szembenállás, ami mint különböző keresztény irányzatok között fennáll, a másik pedig egy politikai állásfoglalásból adódó konfliktus helyzet. Ugye, ami a teológiát jelenti, a hídgyülekezet az a világszerte 900 millió főt számláló pünkösdi karizmatikus mozgalomba tagozódik. Nem tudom, ezt mennyire ismerik. Igen, igen. Ugye a pünkösdi karizmatikus mozgalom konkrétan a teológiáját tekintve állt szembe a katolikus egyház több tanításával. Nyilván a keresztény alaptanításokban azonos állásponton voltunk, viszont van sok olyan dogmatikus tanítás, amit mindig is kritizált. És nem csak a hídgyülekezete, hanem más országban más hasonló egyházak, ugyanúgy egyébként a reformátusokat, vagy más protestáns közösségeket ide lehetne sorolni. Tehát ez a teológiai vita része, ami nyilván az, aki katolikusnak lett keresztelve, vagy a katolikus egyháztagja, ő neki nyilván ez konfliktust idézett elő, hogy a hídgyülekezete miért szídja, vagy miért kritizálja szerintem bibliai alapon a katolikus tanokat. A másik része viszont egy politikai kérdés. A rendszerváltozásban, vagy rendszerváltásban a hídgyülekezete nagyon aktív szerepet vállalt. Akkor ugye az ellenzéki kerek, igaz, hogy akkor én még talán Pólyásbaba se voltam, de amennyire én ezt utólag dekódolni tudtam, ugye ott nagyon aktívak voltunk, és
bizonyos szempontból a Szabad Demokraták Szövetségének, az SZDSZ-nek volt egy oszlopa, a így gyülekezete. Ennek nagyon egyszerű oka volt, ha most itt nagyon leegyszerűsítem a történetet, nyilván lehetne hosszú órákat erről beszélgetni, hogy miért csinált a gyülekezet. Ez azért volt, mert a vallásszabadságot és konkrétan a gyülekezetnek a működését az SZDSZ biztosította leginkább. És nem véletlen, hogy az SZDSZ-től aztán eltávolodott, különvált a gyülekezet, mert például olyan liberális vagy értékrendbeli kérdésekben, amikkel soha nem értettünk egyet, ugye ott szétvált ez a kérdés. De a híd gyülekezete, csak hogy itt Krisztiánra is reagálják, olyan szempontból nem változott, hogy az a fajta világnézeti érték képviselet az 90-ben is ugyanaz volt, meg 2023-ban is ugyanaz. Ahogyan például az Orbán kormányoknak a viszonyulása a gyülekezethez is például változott, és ezért van az, hogy úgy tűnik, mintha most egy ilyen megbékélés lenne, mert bizonyos szempontból az is van, inkább egy konstruktív együttműködésnek hívnám. Az első Orbán kormány ideje alatt több okból kifolyólag, de volt egy hetsz kampány, meg egy ilyen lejárató kampány a gyülekezettel szemben, ami egészséges önvédelmet váltott ki a gyülekezet részéről, hogy az őt eltörölni akaró, vagy kicsinálni akaró politikai vagy média hatalommal szemben ő meghatározta önmagát, és onnantól kezdve, hogy ez a fajta kampány véget ért, és megszűnt, onnantól kezdve ez a konstruktív együttműködés már jobban létrejöhetett. De mondom, én ezt csak partvonalról nézem. Egyrészt, másrészt pedig még annyival hadd egészítsem ki, hogy alapvetően a jelenleg regnáló kormány konzervatív értékeken nyugvó kormánypolitikája és azok a fundamentumok, hát lényegében tulajdonképpen hatalmas átfedéssel találkozik a hídgyülekezet szellemével. Abszolút, ráadásul a világ is úgy változott, de nem akarom a hallgatóba befolytani a szót, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e válasz. De a világ is úgy változott, hogy azért az alapokkal egyetértő feleket azért összetolta, és ilyen szempontból katolikus egyházzal, vagy az általunk szintén kritizált református egyházzal, vagy más közösségekkel is egy nevezőre kerültünk, mert olyan szinten támadja most a világ korszelleme az alapvető keresztény igazságokat, hogy lényegében egymás szövetségesei és sorstársai lettünk, attól függetlenül, hogy a teológiai különbségek megmaradtak. Kielégítő választ kapott, kedves Csaba? Tehát, hogyha van azért még egy kis időm, akkor hadd kérdezem. Nagyon gyorsan, egy rövid kérdés. Nagyon gyorsan kérdezem Mátétól, hogy azért annak idején a hídgyülekezet kifejezetten jó viszont ápolt, és mindig is a külföldi példákra hivatkozott. Most ez hogy van? Mert tulajdonképpen a külföldiek úgy alapvetően ugyan blokk az Orbán kormánya, nem sokat szimpatizálnak. Hát igen, de ilyen szempontból akár magának Orbán Viktornak a személyét is fel lehetne vetni, meg ugye mindig szoktak hivatkozni, hogy a Soros ösztöndíjat megkapta-e, vagy a Fidesz megalakulása után milyen kapcsolatokat ápolt nemzetközi szinten. Ez teljesen más volt szerintem a Szovjetunió felbomlása után Magyarországon a külföld fele való nyitottságnak, és a külföld egyébként létező nagy támogatást nyújtotta akkor demokratizálódó Magyarországnak, amiről később kiderült, hogy azért itt privatizáció, meg elég durva beavatkozási kísérletek is vannak. Tehát a gyülekezet nem egy szervilis hozzáállással volt minden külföldi kormányzattal szemben, hanem például én szerintem, ha már a hetek ennek a képviseletébe ülhetek itt, mi voltunk talán a legelsők, akik már évtizedekkel ezelőtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy milyen globalista törekvések vannak, akár migráció frontján, akár a gendermozgalommal kapcsolatban, még jóval azelőtt, hogy a hazai sajtóorgánumok ezzel foglalkoztak volna. Tehát bizonyos szempontból ez a nemzeti érzelem, ez mindig is jelen volt a gyülekezetben. Nyilván akkor, amikor a Szovjetunióval vagy a helyi kommunistákkal kellett vívni a üldözött egyházként a gyülekezetnek, akkor az, hogy voltak Amerikában, Egyesült Államokban olyan hittestvéreink, akik tudtak nyomást gyakorolni az akkori rendszerre, Kádár rendszerre, az a gyülekezet a életbe maradását is jelentette, köztük a odajáró hívőkét. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, minden jót kívánok! Viszont hallásra, Csaba, megadjuk a szót Pálnak. Halló, kedves Pál! Halló, halló! Tévét majd le kell halkítanunk, mert ezért csúszik halló. A hang. Halló! Tiszteletem, Krisztián, Körösi Pál vagyok. Szervusz, parancsolj. Üdvözlöm a kedves vendéget. Köszönöm. Majd lesz egy kérdésem a végén nekem is az úrhoz. Mindenesetre most a témákra térve, mert nem látom a képernyőn ugyan kiírva.
Hát egyrészt, hogyha most lennének a választások, a nézőpont azt kutatta ki, hogy háromnegyedes többséggel nyerne a Fidesz. Hont András egy elemzést végzett az egyéves választási évfordulóra, és szerinte az ellenzéknek a gyalázatos teljesítménye magával ránthatja majd a kormány független médiát is, és a harmadik pedig a finn választás. Na hát kezdjük azért a Orbán kormány eredményeivel. Azért egy ilyen nehéz év, ami ugye a választás óta mögöttünk van, és ilyen masszívan tartja ezt a támogatottságát a kormány, azért ezen el kell gondolkozni, hogy többen mi van e mögött, ugye? Mert azért szögezzük le, hogy a boltba az ember bemegy, most ugyan már lefele mennek árak, de azért nagyon-nagyon rakétaszerűen mentek fölfele az árak. Hát csak egyetlen egy kis szemelvény, én ugye Velencé lakom, most kaptam meg az építményadómat, hogy az önkormányzat majdnem négyszeresére emelt föl. Az arra való felkiáltása, hogy nekik is drágult az élet, és ugye elvették tőlük a gépjárműadót, meg ez, meg az, meg amaz. Tehát ez csak egy apró szemelvény, itt azért van olyan, hogy idős ember ott maradt egy 104 méteres házba, az enyém ennél kisebb, és akkor az mennyit fog fizetni, mindegy. Nyilvánvaló, hogy mindenki, amit tud, ugye kapar magának, de hát itt persze vannak túlzások is, már itt az áremelésekkel kapcsolatban. Úgyhogy én két dolognak tulajdonítom ezt, hogy a Fidesz ilyen masszívan őrzi a támogatottságát. Először is az, hogy a masszív, stabil választó réteg kitart a Fidesz mögött, ugyanis nincs alternatíva, tehát nincs egy olyan, hogy van egy olyan párt, amelyik hát nemzeti is, meg azért a magyarság érdekeit nézi, nem egy elkötelezett globalista társaság, nincs külföldről megfizetve, ilyen párt Magyarországon nincs. Még a mi hazánkat lehetne így néhány szempontból ide sorolni, de hát ők meg azért sokszor elég szélsőségesek, szóval egy átlag embernek sokszor ők, amit mondanak, az kicsit sok. Úgyhogy ez az egyik, a másik az, hogy ebben a háborús helyzetben, mikor tényleg kardélen táncol a világ, mert azért szögezzük le, hogy most már ugye Kocsis Máté is itt a harmadik világháborúról, meg hát Orbán Viktor is pénteken kijelentette, hogy ahol ő van és akikkel ő tárgyal, ott egész elrémésztően néz ki a dolog, hogy nagyon közel vagyunk. Nem is értem ezt, megmondom őszintén, mert ugye aki azért politikai hatalomban van és szakértők hadár mögötte, az tökéletesen tisztában van azzal, hogy a harmadik világháborút nem lehet megnyerni senkinek. Tehát nem hogy közel kell kerülni hozzá, hanem mindenképpen el kell tőle távolodni, mert a Föld nevű bolygónak a utolsó ítéletét jelenteni. Úgyhogy, és hát a magyar lakosságnak jó része, a tekintés része, a saját kis biztonságos életét az Orbán Viktor féle kormányban látja, hogy egyrészt ugye azért, amit tudtak, segítettek nyugdíjasoknak, fiatal családosoknak, stb. Azért a munkavállalóknak is azért emelkedtek a béreik, még ha esetleg nincs is reálbér emelkedés, főleg a utolsó egy-két hónapos infláció után, de azért legalább nincs egy óriási bezuhanás. Tehát, és ezt csak a Fidesznek köszönhetjük, az, hogy a Gyurcsányék meg a többiek ezerrel a magyar nemzeti érdekek ellen kampányolnak az EU-ba, és mindenképpen meg akarják akadályozni, hogy a Magyarország hozzájusson a neki járó pénzekhez. Ez pedig még ha esetleg nem is Fidesz párti az illető, ez nyomorforgató gazemberség, mert ugyan ők arra gondolnak, hogy a csődben az ország, akkor ölükbe hull a hatalom, de nem fog az ölükbe hullani a hatalom, mert ugyanis a Gyurcsányt és a bandáját ugye a magyar emberek legalább 80-85%-a, hát a közepéresek kívánja. Úgyhogy ebben nekik kell reménykedni. A finn választásról még egy mondat, és utána kérdezek az úrtól egy dolgot.
A finn választással kapcsolatban, hogy ez a kis finn miniszterelnök, ez a kis 30-valány éves fiatal, végső soron így szemmel láthatóak szimpatikus hölgy, de hát azért voltak neki különböző érdekes dolgai. Hát azért egy átlagos társadalomban azért nem mindenki szereti az ilyesmit. Egy miniszterelnöktől az ember nem vár el ilyen viselkedést. Az, hogy a konzervatívok fognak kormányt alakítani, az érdekes, mert ugye Svédországban is jobboldali kormány van, és azért jönnek a megjegyzések, hogy a fineknél mi lesz, nem tudom. Majd meglátjuk, minden esetre egy fokkal jobb talán Magyarországnak, és főleg még ha Spanyolországban is, meg még egy-két helyen azért jobboldaliak fognak győzni, azért talán egy kicsit könnyebb lesz a lét, és hát az EU-s választás pedig jövőre kicsit átrajzolja az EU-s parlamenti pacsorokat, akkor remélem az is segíteni fog. Mi lenne a kérdésed Pál Mátéhoz? Egyetlen egy kis rövid kérdésem, hogy a hídgyülekezetnek ugye a lapja ez a Hetek, de a hídgyülekezet tulajdonában van, én úgy tudom, az ATV is, ugye? Igen, van benne tulajdonosi részesedés, ugye? Igen. Na most én ezen csodálkozom. Szegény Máté, behívtalak, és rögtön ilyen cégkivonatokat kell majd mutatni. Nem, ez jó dolog, hát jó megbeszélni, ami érdekli a hallgatókat, abszolút. Én úgy tudom, hogy ott van a tulajdonosi körbe, és a Németh Sándor ugye úr, aki nekem szimpatikus, és azért neki van egy nagy komoly követő tábora, néha belenézek ebbe a vasárnapi üzébe, misébe, azért ott sok ember van, szóval több van, mint egy katolikus templomba, úgyhogy azért az ATV-t nem lehet Fidesz pártisággal, meg jobboldali pártisággal vádolni, tehát azért ott a Gyurcsány, meg a Karácsony, mindenki ugye elmondhatja a véleményét 1000%-ra, Úgyhogy csak ezt a kis ellentmondást, hogy nem mennyibe lehet. Mint ahogy a, most, bocsánat, hogy, de hát a Fidesz is elmondhatja a véleményét. Ugyanúgy. Hát abszolút. Ha behívják, akkor hát el, de hát ott túlteng a baloldali vélemény. Igazából meghívásokat mindenképp kapnak fideszes megszólalók is, és ha mondjuk szintén az ATV portfólióban levő Spirit FM-et hallgatják, akkor ott például miniszterek, politikusok rendszeresen szerepelnek, tehát maga a nyitottság a tévé részéről megvan. Nyilván egy másik kérdés, hogy a kormánypárti politikusok, megszólalók mikor akarnak milyen meghívásnak eleget tenni. Ugye itt nyilván értem én a ellentmondást, de az van, hogy az ATV-t egy létező csatorna volt akkor, amikor megvásárolta úgymond a gyülekezet, bár ezt ennél azért komplikáltabb tranzakció történt, de nem a hídgyülekezetet csinált magának egy tévét, amiben furcsa módon az egyik csatornán ezt kommunikálják, a másikon meg azt, tehát nem egy ilyen bipoláris zavarral küzdünk, hanem egy létező csatornát a sajtószabadság és szólásszabadság jegyében fenntart a gyülekezet. A gyülekezetnek az érdeke vagy funkciója ebbe az volt, hogy az ATV volt az a csatorna, ami közvetítette hosszú időn keresztül, és talán még most is közvetíti a gyülekezetnek az Isten tiszteleteit. Tehát ez volt úgymond az üzleti érdek, vagy a mögöttes érdek a ATV tulajdonlásában, és a mai napig egyébként én szerintem egy nagyon értékes csatorna az ATV. Nyilván ez nem biztos, hogy a Hír TV nézői, vagy a Palaver hallgatói ugyanígy gondolják, de például én nagyon szoktam élvezni az Öt című műsort, amiben pont az általunk is hivatkozott Hont András. Hát most már a Öt lassan megkapja azt, hogy a Fidesz szekerét tolja. Tehát mert mindig megkapja. Ez ugye most egy zavart kelt a bal oldalon. Igen, de viszont az, hogy van tere a kormánykritikus, de gondolkodó újságírásnak, az szerintem egy nagyon hasznos dolog. Ahogyan a szólásszabadságban, a sajtószabadságban nagyon is belefér, sőt, kívánatos is, hogy legyenek olyan jó minőségű, akár kormánykritikus sajtóorgánomok is, akik tudják, ha már itt hivatkozunk az egyik témára, és az ATV ezt a funkciót maximálisan betölti. Az ATV nem ellenzéki csatorna akar lenni, hanem egy kormánykritikus, vagy minden egyes hatalommal szemben kritikus és azt vizsgáló újságírást csinálnak, de nem tisztem az ATV nevében. Igen, Máté, a hetek nevében tud első kézből nyilatkozni. Azt írja nekünk SMS-ben Tibor, a Jobbik pálfordulásának, árulásának köszönhetően olyan szánalmas képződménnyé vált, hogy szóra sem érdemes, ha már nevüket is megváltoztatták, sokkal találóbb lett volna Ballik, a köpönyek forgatók. Üdvözlettel, Tibor. András itt van, aki
Sokáig mindig számolta a napokat, megkaptuk a mai matekot is. 803 napja választották meg azt a Joe Bident, aki a világ legjobban elcsalt választásán lett elnökké az USA-ban, és jelenleg világháborúra készül. 1258 napja választották meg az emberek Budapest élére Karácsony Gergelyt, ő jelenleg Európa leghitványabb főpolgármestere, és 365 napja lett újra miniszterelnök Orbán Viktor, aki Magyarország és Európa egyetlen reménysége. András, köszönjük, hogy ezt a számlálót életben tartod. Aztán... Tünde azt írja, Krisztián most épp az az ember alakíthat kormányt Finnországban, Petteri Orpo, aki kezdeményezte a Fidesz kizárását a néppártból, Máté erre felhívta a figyelmünket. Nem sok jó várható ezektől, Tünde, köszönjük szépen. És még egyet nézzünk. Nagyi azt írja, római katolikusként sokat tanultam a hídgyülekezetétől. Nagyi aláírás. Nagyon köszönjük. Máté, hát ez... Megtiszteltek, látod egy ilyennel is téged. Abszolút. Nézzük, órára pillantunk, még akkor tudunk telefonálni is egy hallgatóval. Zsuzsannát köszöntöm a telefonvonal túlsó végén. Halló. Szép jó napot kívánok. Halló. Parancsoljon. Szép jó napot kívánok, Krisztián, és üdvözlöm a kedves vendégét, Mátét is. Köszönöm. Többször próbáltam már bejutni a palaverbe, és most mindig úgy hasztagyáltam, önnel beszélgetek. Úgyhogy nem az első találkozásunk, hát én próbálom rövidre fogni. Ez jó hír számomra, vagy rossz? Szerintem jó. A finnországi választásokkal kapcsolatban, hogy is mondjam, szóval az a véleményem, hogy ez a plázacica most ott van, ahol a helye van. Jaj, valaki megfeddett engem, hogy a buli királynő kifejezés az sajtóetikett szempontjából hát eléggé megkérdőjelezhető. Tehát a mai világban, a mai világban már ezért is kapok, hogy ennél durvábbakat is szoktunk mi is, meg az ellenoldali sajtó is írni jelzőként. A másik, a Jobbikkal kapcsolatban szeretnék majd egy kicsit többet mondani. A Fidesz 35 éves fennállásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ebből a 35-ből a utolsó 22-ben én is benne vagyok, tevőlegesen, hát ahogy a korom engedi, mert most már egyre kevésbé engedi. Egy pillanatját nem bántam meg. Elég messziről jutottam el idáig, de én azt hiszem, hogy jó helyen vagyok a mai napig is. Örülök a választ, szavagat szedő szoktam lenni már lassan 20, nem is tudom hány éve. Nagyon örülök neki, hát a tavalyi vagy kimondottan siker volt, de idáig minden választáson úgy keltem fel reggel, mint tudom én 3 órakor, mert ugye nagyon korán nyitunk. Oszlassunk el egy-két helyet, kedves Zsuzsanna, folyamatosan megkapja a Fidesz, hogy nem csak a választókörzetek átírásával lehetne őket csalással vádolni, hanem az urnáknál és a szavazókörletekben is. Hát ezt szeretném ennek elmondani. Na, akkor ott voltak a többi pártnak is a képviselői? Szuper. 2 darab megfigyelőnk volt, 2 baloldali. Az egyik valahonnan Németországba jött haza, szerintem az összes pucparádiát fizették itt, amíg itt volt. A másik az helybéli volt, ismerem. De nem is ez a lényeg, hanem az elején rettentő nagy fenntartásaik voltak velünk kapcsolatban. Van egy nagyon jó tímünk, aki összedolgozik nagyon régen. És hát ugye a végén már majdnem puszipajtások voltak, sőt jöttek hozzánk oda, hát majdnem, hogy ilyen féli bocsánatot kérni, vagy mi, mert egyszerűen semmiben nem tudtak belekötni, olyan szinten működött minden, de ez nálunk mindig így működik, és meg vagyok rá győződve, hogy akiket én ismerek, ott mindenki így működik. Na most a harmadik a Jobbikkal kapcsolatban, hát a Jobbiknak nem kell nevet változtatni, amikor a Jobbik megalakult, ennek utána lehet nézni. A érdekes módon az a bizonyos Táncsics alapítvány, amiről mindenki tudja, hogy a Gyurcsánynak a magánalapítványa, még ha akkor az MSZP-hez kötődött is, 10 milliárd odavágott a Jobbiknak alakulásánál. Úgyhogy a Jobbikkal semmi nem történt, csak az, amiért létrehozták, hogy szedje a Fideszről a radikálisabb szavazókat. Én amikor ezt először elmondtam, mert nagyon sok... Nagyon hát ugye ez szembe megy az alapkrédójával, vagy az alaptézisével a Jobbiknak, akik Gyurcsány ellenében jöttek létre. De figyeljen, tehát utána lehet nézni ennek a 10 milliárdnak, ez tényes, valahol Táncsics alapítványban ott kell lennie valami nyomának, ugye az újságban is megjelent.
Na most én úgy gondolom, hogy semmi más nem történt, csak Gyurcsány visszavette a Jobbikot. Tehát körülbelül így látom a helyzetet. És megvan bennem meglehetősen megfélelem azzal kapcsolatban, hogy a Jobbikból kivált párt is hasonló sorsra jut. Tehát nekem vannak olyan... Mármint, hogy a Mi Hazánkra ugyanez a sors vár. A Mi Hazánkra utalok. Van néhány olyan meglehetősen érdekes megnyilvánulásuk, amit sem politikai, sem magyarként élő ember szempontjában nem tartok túlságosan jónak. Na most Mátéhoz fordulok, mert én ezt meredeknek gondolom. Hát, nem tudom, hát az idő valószínűleg valamelyikünket igazolni fogja. Ami pedig az egyeneket illeti, hát szerintem a Jobbik az úgy, ahogy van, már régen eltűnt a semmibe. De most ami pedig a háborút illeti, sajnos a baloldal egyértelműen háborúpárti, de szerintem ez a kilóra megvett kategória. De most miért kell, és még ezt megint csak meredeknek fogja talán Krisztián találni, miért kell ez a háború? Hát azért, mert van George Allen Amerikában egy emléke, amit nemrégen fölrobbantottak, aminek az oldalán több nyelven föl vannak írva a következő nemzedék számára. Ez tény, tehát élt az emléknél, most robbantották föl kb. Fél éve. Rá van írva, hogy tartsd a világ a föld lakosságát 1,5 milliárd alatt. Na most ez a háború, meg a Covid, meg sok minden nekem arról szól, hogy minden módon csökkenteni kell a világ lakosságát, és teljesen mindegy, hogy ez még oldalról működik. Na most, ha megnézi, hogy Joe Biden mennyire nem foglalkozik a saját nemzeti katasztrófáival, a tornádoktól kezdve, stb. Sajnos van egy nagyon híres film Holnap után, ami szerintem elég sok ember számára mondott már nagyon sok mindent. Ez a bizonyos Amerika eljegesedik. És egyre több cikket olvasok az újságokban arról, hogy ez a bizonyos golfálablat lehet, hogy meg fog állni, de nagyon lassul már most is, nagyon meg fog állni, mert hogy az Antarktis, ahogy olvad, a víz kevered, és azt fogja előhozni, hogy nem lesz meleg áramlat. Na most, hogyha ez bekövetkezik, már pedig miért ne következne be, a Föld sajnos harcol az életért, akkor... Utolsó gondolat, Zsuzsa, mert nagyon elkanyarodtunk, és le kell zárnunk lassan. Amerika, Anglia nagy része, stb. Tehát esetleg előfordulhat, hogy a Trafalgar téren majd a jegesnek fognak játszadozni. Köszönjük szépen Zsuzsanának, és Mátéhoz fordulok, hogy gyorsan reagálja le ezt a látomást, vagy nem tudom, egyáltalán nem akarok hozzá előjelet társítani, hogy a Mi Hazánkra egy ilyesmi elerodálódás várhat, és ugyanúgy nagyon nehezen hiszem. Nehezen hiszem, mert pont a Jobbiknak az önfeladása, vagy a árulása, vagy nemzeti radikalizmusnak az elárulása volt az, ami kiszorította a Mi Hazánk alapító politikusait. Ráadásul látva azt, hogy ez az elárulás, ez népszerűségi mutatókban mit eredményezett, ez még óvainti őket is, ha máshogy nem a szavazók elő fognak elpároltolni, hogy mind egyáltalán erre gondolhassanak. Eper Marci van a telefonvonal túlsó végén. Szia Marci, mivel készültök a mai radarban? Foglalkozunk azzal, hogy iskolai mészárlásra készült egy magyar fiatal. Egy külföldi hatóság figyelt fel arra, hogy a 17 éves fiú egy közösségi oldalon bűncselekményt tervez. Azonnal értesítették a magyar rendőrséget, akik Miskolcon, vagy amely Miskolcon elfogta a gyanúsítottat. Korábban volt már hazánkban iskolai lövöldözés egy pécsi egyetemen, és volt olyan is, aki azért került börtönbe, mert tervezte a mészárlást, mutatjuk majd a részleteket. Aztán téma lesz a közút is, a közúton sajnos egy tragédiáról is hallani lehetett. Évente mintegy 100 baleset történik, mert a figyelmetlen autósok belehajtanak a munkaterületekbe, pedig rengeteg jelzés figyelmezteti őket. A Dunakeszi autópályamérnökség diszpécseri irodájában mintegy 100 kamera képeit figyelik egyébként folyamatosan. Aztán a felírt receptek is láthatóak már az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, az EEST felületén, ezt ugye a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten jelentette be, de Én is kék vagyok címmel is lesz riportunk, az autizmus világnapját április 2-án vasárnap tartják, ennek apropóján az Együtt az autistákért alapítvány a MOL Campuson egy különleges programmal hívja fel a figyelmet az autizmus ügyére, valamint az atlétikai VB is téma lesz, de nem utolsó sorban a medvehagyma szezonnal is foglalkozik. Köszönjük szépen, Marci, jó munkát kívánok nektek. Nézzük, hogy hogyan zárul a szavazás a nap kérdésével kapcsolatban.
Változott egy picit, a 8% hétre olvadt, megszabadult a nevétől a Jobbik, ön szerint megmarad-e a párt a jövő tavaszi választások után? 7%-uk igennel, 93%-uk nemmel voksolt a Hírtelevízió nézőinek és a Karcz FM rádió hallgatóinak. Lesz ma este napi aktuális is, és természetesen az egyéves évfordulója a tavalyi választások fő téma. Kocsis Máté fog ezügyben megnyilvánulni, Brenner Kolomán fog ezügyben megnyilvánulni, és szerintem egy elég izgalmas beszélgetés lesz G. Fodor Gábor és Boros Bánk Levente között is ezügyben, úgyhogy nézzék a napi aktuálist is. Kulifai Máténak pedig köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon el tud repülni ez a 3/4 óra. Nagyon, én még élveztem volna, hogyha folytatjuk. Máténak köszönöm szépen, az 5 órási hírek után pedig a rádióban, a Karcz FM-en folytatódik tovább a Palaver, a Hírtelevízió nézőitől viszont most elbúcsúzunk. Lentulai Krisztiánt látták, hallották, tartsanak velünk a rádióban. Viszontlátásra, viszonthallásra. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Karcz FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával.